Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című műsorunkat látják, nagyon röviden beszámolunk arról, hogy mi is a mai téma. Az Életvitel aktuális epizódjában egy még ma is szerveződő közösségről beszélgetünk, amely olyan fontos célokért igyekszik tenni, mint a fenntarthatóság, a környezettudatosság, a helyi termékek középpontba állítása, a helyi gazdaság megerősítése érdekében. A közösség egy olyan bevásárló közösség, amely közvetlen kapcsolatot teremt a termelők és a fogyasztók között. A ma már 5 éves nyíregyházi kosárközösséget a működtető alapítvány elnöke képviseli, akit az egyik termelő kísért el a beszélgetésre. Tartsanak velünk! A mai műsor vendégei Palicz Ildikó és Pancsira László, köszöntelek benneteket szeretettel. És ahogyan a felvezetőben a kedves nézők láthatták és hallhatták, valami olyan beszélgetést szeretnék a kedves nézők számára, ahol egy irányvonalat kapnak arra vonatkozóan, hogy itt a megyében hozzájuk közel hogyan is juthatnak egészséges termékekhez biztos forrásból. És egy kicsit kíváncsi vagyok arra is, hogy egy fiatal ember itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében miért is gondolja azt, hogy kistermelőként éli a mindennapjait. Elsőként Ildikót szeretném kérni arra, hogy néhány gondolatban beszéljen a saját funkciójáról, feladatköréről, annak az egyesületnek az élén, ugye, amelyet már itt azt hiszem nagyon sokan ismerhetnek, nem csak Nyíregyházán, hanem az egész megyében. És ennek az egyesületnek a legfontosabb tevékenysége az a közösség, amit kosárközösség néven ismerhetünk. Mit ért el az 5 év alatt, Ildikó, ez a közösség, és a te szerepköröd tulajdonképpen mi ebben? Akkor talán kezdeném ott az elején, hogy a helyben a Jövünk Egyesületet eleve azért hoztuk létre, mert valamikor 2008-ban a gazdasági válság mélypontján baráti társaságban jó páran úgy gondoltuk, hogy valamit tennünk kéne, már nincs mire várnunk, hogy majd megoldódik ez a probléma, és akkor ezen gondolkodtunk, hogy mit lehetne összefogásból cselekedni, és azt gondoltuk, hogy a helyi termék, a helyi élelmiszer az eszköz, az a mindennapi megfogható dolog, ami mentén, ha szerveződünk, akkor viszonylag a megélhetésünk normalizálódhat. És hány barátra kell itt gondolni? Mert ahová jutott 5 év alatt ez a kis kezdemény, és ez az elképzelés, hát le a kalappal előtte. Mondjuk voltunk 15-en, aztán a beszélgetés az egy évet vett időbe, ott leszűkültünk 3-4 főre, és ebből nőtte ki magát aztán 5 év táblatában az az ügy, ami a bevásárló közösségünket, a kosár közösséget megalkotta. Ahova a helyi termék mentén kapcsolódunk össze, a helyi termelők és a helyi terméket fogyasztók közösen tudnak találkozni, az értékek mentén cserélődik a pénz is, és ezáltal gondoljuk azt, hogy hosszú távon ez okozza minden országnak a gazdasági stabilitását. Így nagyon jó, hogy ilyen röviden össze lehet foglalni egyébként, de én úgy gondolom, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb és részletekbe menőbb volt, amíg egyáltalán eljutottatok odáig, hogy elindulhatott ez a tevékenység. Volt minta előttetek? Volt egy kevés, de nem annyira konkrét, hogy itt le lett volna írva sorról sorra, hogy mit kell tennünk. Azért is beszélgettünk egy évet, ez heti rendszerességgel történt, egy ilyen 2 órás beszélgetés sorozat, mert nem csak dühöngeni akartunk, hogy mennyi baj van a világban, hanem meg akartuk érteni ennek a bajnak a forrását, megérteni, hogy hol van valóban ebben a gazdasági válságban az a hibás pont és szerkezet, amit ki kell hagynunk ahhoz, hogy az új tevékenységünk ne ugyanoda fusson. És ezek nem voltak ki fidító beszélgetések, se könnyű beszélgetések, mert ma az emberek azt gondolják magukról, mi nem közgazdászok voltunk, nem banki szakemberek voltunk, nem gazdasághoz értő folyamatok, hanem hétköznapi, akármilyen végzettséggel és szakmával rendelkező emberek, és azt gondoljuk általában, hogy mi ezekhez nem értünk.
Hát részben igaz, de lehet, hogy pont ezt tette lehetővé az, hogy olyan rugalmasan tudjunk gondolkodni, olyan sok mindent meg tudjunk kérdőjelezni, amit ma a közgazdaságtan az lemerevít, mint általános tudást és értetetlen. És talán ez adta azt, hogy az egy év alatt ez a tudásunk egyre bővült, gazdagodott, és egyre pontosabban tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni. És amikor még belevágtunk a bevásárló közösségnek már a megalakulásában és kezdetleges működésében, akkor is rájöttünk a gyakorlatba, hogy mennyire naívak voltunk, mennyire még összetette ez a leépült helyi gazdaság, a helyi élelmiszer előállítás, termelés, és hogy ezt hogy is lehetne életre kelteni, legalább azokkal az emberekkel, akik még itt vannak, és akik ementén az értékrend mentén akarnak szerveződni és összefogni. És hát ez a munka, ami az 5 évnek a terméke. Hát ehhez nyilván csak gratulálni lehet, de így belegondolok, hogy 5 évvel ezelőtt, ugye mi már akkor is beszélgettünk különböző típusú műsorokban, ez számomra nagyon fantáziával teli elképzelésnek tűnt, meg hát abszolút emberbarátnak, hogy így fogalmazzak. Volt az egy kicsit kérdéses, hogy vajon itt az ország keleti részén, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt Nyíregyházán ez hogyan kelthető életre, hogyan indítható be? A terep mennyire volt különleges, vagy egyszerű, vagy bonyolult? Hát a terep az adott, mert a mi kis városunk, ugye 10%-nyi a város, a lakott rész, és 90% az a bokortanya vidék, ahol adott a termőföld karnyújtásnyira. Az egy más dolog, hogy milyen sok földet nem művelnek ma az emberek már. De körülöttünk minden itt van. Ma már látunk olyan példákat az országban, hogy kisebb városka, de már annyira városiasodott forma, hogy ott már a város körül sincsen termőföld vagy termeléssel foglalkozó emberek, és akkor külföldről jön át a közeli határ mentén termék, alapvető élelmiszer termék. Tehát mi itt egy nagyon jó helyen vagyunk, és gondoljuk is azt, hogy itt lenne létjogosultsága annak, hogy egyre több fiatal újra visszaálljon a mezőgazdaságban, a termelésbe, az élelmiszer előállításba, mert még azért bőven lakunk itt, és mindennapi szükségletünkről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy helyi élelmiszer, jó minőségű élelmiszer és a közös megélhetésünk. Hát örülök, hogy újra tudunk erről a témáról beszélgetni, és akkor egy gondolatot arról, hogy tehát nyilván egyesületi tag vagy, de a tagok között is az elnöki posztatijéd. Nem tudom, elmondhatjuk-e, hogy egyébként a hétköznapokban mivel foglalkozol, mert igazából semmi köze nincsen ahhoz, amit itt a szabadidőd rovására, illetve annak a leghasznosabb kihasználására fordítasz, hogyha fogalmazhatok így. Hát nagyon távolról jöttem. Már mint a szakterület, mert kozmetikus vagyok, és általában ezt a szépségipart kötik össze azzal, hogy ez az incifinciség. Az én esetemben semmiféleképpen nem így van, bár nagyon sok szakmai barátom van, akik szintén nem ebben lubickolnak. De megint csak azt tudom mondani, hogy talán én erre a társadalmi problémára érzékeny voltam. Nekem az, hogy külföldre menjek, vagy depresszióba süllyedjek, ez nem volt alternatíva az életemben. Viszont akartam másokkal együtt dolgozni, ugyanazokon a dolgokon agyalni, beszélgetni, társakat találni. És itt ez nyilvánult meg, és talán még azt a gondolatot hozzátenném, hogy az 5 éves működésben, bár most itt ugye státuszt ejtettünk ki a szánkon, de hogy itt önkéntes minőségben dolgozunk velem együtt mindenki, ami pedig egy második nagyon nagy dolog a világban, hogy ennyi időt, ennyi energiát, ennyi tudást, ennyi kapcsolódási pontot ma az emberek beleadnak-e önként valamibe, abba a világba, ami annyira érdekközpontú. És hát itt van a mi példánk 5 év elteltével, hogy nem csak a nagy föllángolás volt, hanem 5 év alatt egyre többen vagyunk. Hetente 15 ember adja mai napig is a mindennapos munkáját ebbe a folyamatba. Olyan kitartóan, ami szinte nincs is a világon, azt lehet mondani, vagy oly kevés. Igen, a kitartás szót szerettem volna még ide bígyeszteni, illetve a felelősségvállalást, mert azt gondolom, hogy amit te csinálsz, az is egy komoly felelősség. És ugye itt van velünk Laci, és én azt szeretném, Ildikó, hogy mivel általad van itt, hogy
pár gondolatot mondja arról, hogy hogyan kapcsolódott össze a tevékenységetek, vagy hogyan került Laci a közösségbe? Hát általában, ahogy lenni szokott, egyik pillanatra a másikra, mert valószínű, hogy Facebookon itt-ott látták már a tevékenységünket, ők is keresték, hogy hogy lehetne még a termékeiket értékesíteni, és pont készültünk egy városi rendezvényre ki a Múzeumfaluban, ilyen főzőcskézés alkalom volt, ahova gondoltuk, hogy mi is kimegyünk, sok helyi finomságot fogunk az embereknek megmutatni, az egyszerű ételeket, és akkor bejöttetek, és mondtátok, hogy hát akkor ti a tésztát, a fűrtojásos tésztát adjátok ehhez a történethez, kaptunk egy nagy zsákkal, és hát abból nagyon finomokat sütöttünk, főztünk, alapvető dolgokat, mint grézes tészta és társai, és akkor valahogy így indult el a kapcsolódásunk, hogy akkor a kosár kínálatába ez a termék, ez kerüljön be mások boldogságára is. Laci, ez mikor volt? Most nagyon jót kérdeztél. Szerintem nagyságrendileg egy jó éve lehetett körülbelül. És a kapcsolat ugye akkor elkezdődött, és hát sejtem, hogy azóta is tart. Te mit tudtál a kosár közösségről? Alapvetően nem sokat tudtam akkor. Számomra hát majdnem, hogy ismeretlen volt ez a kis közösségi bevásárló közösségnek a fogalma is. Teljesen másképpen élt akkor a kereskedelemről. És hát nyilván, mint helyi termelők, keressük mindig annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk helyileg értékesíteni, vagy hogyan tudjuk eljutatni a termékeinket. Alapvetően nekünk ugye egy viszonylag különleges, vagy egy olyan termékünk van, ami még nem hétköznapi jelen pillanatban, reméljük az lesz. És így merült fel ez, hogy kutattunk, kerestünk, hogy hol lehetne úgymond eljutatni az emberekhez egyáltalán azt a kommunikációt, hogy mi vagyunk, létezünk, és elkezdtük ezt a tevékenységet, és valami olyannal foglalkozunk, amivel más nem. És így jött gyakorlatilag a kosárközösség. Én úgy gondolom, hogy a mai világban ezeknek a kifejezéseknek, mint helyi termék, helyi közösség, és ebből adódóan helyi érték, nagyon fontos szerepük van, tehát elég nagy súllyal szerepelnek szerintem az egymás mellett élő emberek életében. Ti kimondottan kerestétek a körülöttetek élő emberekkel a kapcsolatot, mert sokan ugye, főleg akik különleges termékeket állítanak elő, alig várják, hogy külföldi piacra dobhassák, amit csinálnak, és akkor egy idő után nagy mennyiségben akár. Nektek ez cél volt, hogy az itt élő emberekhez juttassátok el? Abszolút, teljes mértékben. Hát ugye nyilván azért azt látni kell, meg alapvetően a mi gondolkodásunk inkább abból indult ki, hogy mi ezt a dolgot egy saját egyéni indítatásból kezdtük el, nem is feltétlenül kereskedelmi indoklással, hanem inkább személyes érintettség kapcsán indítottuk el azt, hogy na jó, hát akkor mi foglalkozunk fűrjekkel, mit is tud az a fűrtojás, oké, rendben van, ezt tudja, azt tudja, ilyen olyan pozitív előnyei vannak, és akkor ehhez mérten jött pedig onnantól kezdve a gondolkodás, hogy mit lehetne ebből még csinálni, ami pozitív lehet, és innen jött például a tészta. Vannak természetesen további terveink azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk még létrehozni magából a fűrtojásból, mint alapanyag, ugye kicsit speciálisabb ez, mint egy tyúktojás. Vannak bizonyos előnyei, tehát megvannak nekünk is a terveink, meg természetesen azért mi is dédelgetünk olyan célokat és álmokat, hogy ebből egy nagy dolgot csináljunk, mert amit meg tudunk mutatni helyileg az embereknek, és esetlegesen pozitív fogadtatásra ösztökéli az embereket, úgy gondolom, hogy annak esetlegesen országos, vagy talán nemzetközi szinten is relevanciája van, de hát jelen pillanatban nem tartunk itt, ugye mi kistermelőként kezdtük el ezt a tevékenységet, én nagyon örülök neki, hogy kistermelőként kezdtük el, tehát ha most egy kicsit a vállalkozási részébe, vagy esetleg a szervezési részébe mennék bele, akkor ezzel az ember látja ilyenkor, hogy mit kell tenni, mennyit kell tenni, stb. Ugye ez helyileg megmutatkozik, és innentől kezdve lehet úgy gondolom, hogy ez erre a tapasztalatra épülve lehet aztán később kinyúlni más területek irányába. Én nem tartottam volna jó ötletnek azt, hogy na most akkor durrancsunk egy nagyot és hajrá, és ott tanuljuk meg a kis hibákat magával, talán tényleg a tevékenységgel kapcsolatban, és ezért abszolút teljes mértékben kerestük és keressük a mai napig is azt, hogy helyileg hogyan lehet megismertetni az emberekkel ezeket a termékeket. Gondolom, amikor kisfiú voltál, azért nem ezt láttad magad előtt, hogy fűrjekkel fogsz foglalkozni majd.
Hát nem, mi nem tartottunk otthon fűnyeket, bár faluról származom, tehát számomra nem ismeretlen ez a dolog. Nyilván ebből kifolyólag is van némi affinitásom ezekhez a dolgokhoz. Talán enélkül az ember bele sem vágna. Nem feltétlenül így indult ez a dolog. Hogyha megengedek, akkor mégis el is mondhatom. Alapvetően az egész dolog úgy indult, hogy én elmentem az egyik kedves barátomhoz, és akkor körbevitt a portáján, vagy hát ez is egy tanya volt, és akkor mondta, hogy hát itt vannak a fűrjek. Jó, hát akkor gyorsan menjünk tovább, mert Isten igazából azt sem tudom, hogy mi ez. Tehát így fel tudtam tájolni, okay, ez madár, de hogy most ekkora vagy ekkora, ezt így nem tudtam. És akkor hát hazamentem, utána néztem, mert mondom, jó, ez már most már így zavar, hogy meg mint. Utána néztem, és akkor, hát lényegében ugye nyilván ez is egy közösség, egy internet világában az ember nagyon sok információt be tud szerezni. Helyes, nem helyes, ezt én saját tapasztalatomra bíztam. Nekem akkor refluxom volt, amivel talán a nézők többsége is küzdik, vagy sokan eléggé népbetegségnek hívják azért ma már ezt. De legalábbis tudjuk, hogy miről van szó. Így van, és nagyon sok mindent kipróbáltam. Nem akartam gyógyszert szedni, de kénytelen voltam, már ilyen stádiumban voltam, nem mondom, hogy mekkora problémákkal küzdöttem, tehát nyilván van olyan ember, aki ettől sokkal jobban szenved, mint én akkor. Nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon szerettem volna természetes irányba elterelni ennek a megoldását, és olvastam arról, hogy a fűtojás erre is jó lehet. És hála Istennek, hogy lekopogjam, gyakorlatilag egy fél év alatt teljes mértékben kezelte ezt a betegségemet, és nekünk, vagy hát úgymond a csapatnak, főleg ugye így belőlem kiindulva, ez volt az ösztökélő erő, ami miatt elkezdtük ezt az egész tevékenységet, és nyilván utána pedig, ahogy nőtte ez magát, és ugye elkezdtük 60 madárral, jelen pillanatban van körülbelül 4000, így azért már nőtte ki önmagában az, hogy kereskedelmi szinten miben tudunk gondolkozni, és itt jött számunkra az, hogy mindenképp a legfontosabb az, hogy helyileg érjük el az embereket. Mindkettőtökhöz szól a következő kérdés. Ha reggeliztek, ha ebédeltek, ha vacsoráztok, akkor mi kerül az asztalra, vagy mi kerül a főzőedénybe, a hűtőbe, a kamrába? Olyan termékek esetleg, amelyek a kosárközösségben is, a kis ládákba, vagy magába a kosárba kerül elsőként, Ildikó? Nekem már abszolút, tehát egy 95%-ot merek mondani. De hogy ez ilyen magától értetődő, hogy nekem már az a jó. Én ott vagyok, ott veszem meg, sőt, hát azon egyik ember vagyok, akik válogatjuk, hogy mi kerüljön oda. Tehát olyat nem válogatunk be, amivel ilyen elvi problémáink vannak, bár nem csak az én ízlésemet tükrözi az ottani kínálat. Ez nem is kérdés, és szoktunk is ezzel úgy viccelődni az asztalnál, hogy akkor így, ha nem áldás mondok, de felsorolom, hogy kinek a termékei vannak most ott elkészítve az asztalon, és kitől a krumpli, a zuborka, a hús. De akár a lekvár is, nem? Hát vagy szinte már minden. Laci? Mi is abszolút teljes mértékben odafigyelünk erre. Tehát mi is megpróbálunk a lehető legegészségesebb alapanyagokból főzni, ezáltal javítani úgymond az életminőségünkön, hogyha lehet ezt megfogalmazni, hát lehet így fogalmazni. Nyilván nekünk a legalapabb termék, ami az asztalon szerepel, az mindig a fűrtojás és a tészta, és stb. Igen, abszolút. Hát talán még azt tudnám kiemelni, hogy nekünk ugye a legalapvetőbb dolog az a mindennapi nyers fűrtojás. Tehát ez az, amivel indítjuk a napot. Ugyanúgy a 2,5 éves kis gyerkőcöm is megissza a napi 3 kis nyers tojását, mint ugyanúgy a feleségemben mi is az 5-6 kis nyers tojásunkat. Úgyhogy nálunk ezzel indul alap, hogyha ha lehet lényegében válaszolni a kérdésedre. Ildikó, az Egyesület hány termelővel, kis termelővel, őstermelővel tartja jelenleg a kapcsolatot? És ez hogyan változik, ha változik? Azt hiszem, hogy most 35 termelővel tartjuk a kapcsolatot, de hogy az 5 év alatt már hány termelővel volt kapcsolatunk, ezt így nehezen tudnám, nem ezt a számot szoktuk sorjázni. De természetesen volt olyan a folyamatban, aki azt mondta, hogy mégis külföldre kell menni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nem tudja magát megosztani, piac, itt is, nem, jobb lenne sokat termelni, még többet, de az emberi munkának van határa, és akkor azt mondta, hogy a kosarat veszi ki a vállal dolgaiból, a kosárból. Van olyan is, akinek a termékével nem voltunk megelégedve. Bár volt nébik engedélye, de mi azt mondtuk, hogy nekünk ez kevés.
És hát természetesen mindig vannak emberi folyamatok, amiért valaki mégis elmegy, de alapjába véve ma már nem nagyon megyünk termelő után, nagyon különleges termékeknél csillan fel valakire a szemünk, hogy hoppá, ez még nincs, mert hogy megtalálnak minket. És inkább már az a folyamat, hogy hasonló termékeket létrehozó embereknél már van egy sor, hogy már az ötödik krumplival nem lehet bekerülni, meg a hatodik ugyanolyan típusú tejjel vagy sajttal. Csak akkor, hogyha oly mértékben növekszik a kosár vásárlóinak a száma, hogy újabb termelőket kell beemelni a ellátóközegbe. Elhangzott a szádból most egy a beszélgetés szempontjából érdekes és fontos kifejezés, a piac. Miben vagytok másak, mint a piac? Hiszen az emberek, ha úgy gondolják, hogy ó, hát majd a piacon beszerzem a helyben megtermelt zöldség, egy gyümölcsöt, az biztos, hogy a környéken termett? Nem, ez egyáltalán nem biztos. A piacon kétfajta módon lehet értékesíteni. Valaki vagy termelő, őstermelő, kistermelő, és a saját termékét kiviszi, feldolgozza vagy nyersen, vagy vállalkozóként megvásárolja a terméket a nagybani piacon, és azt értékesíti. Ezt így is kell nekik helyezni táblácskán, hogy ki őstermelő, ki kistermelő. Az egy más dolog, hogy amikor te vevőként odaállsz, akkor nem a táblát nézed, hanem a terméket veszed, és esetleg ebben lehet elcsúszása annak, hogy bár helyit szeretél volna venni, de az lehet, hogy mégsem helyi. Nálunk kimondottan csak a helyi termelők portékáit vagyunk hajlandók befogadni, mert hogy erre szerveződtünk, tehát kereskedni mindenki tud, és ilyen bokortanya vidékkel, amivel mi rendelkezünk, nem az lenne a cél, hogy az alapvető élelmiszereket messziről hozzuk. Mert nem csak az a lényeg, hogy mi itt helyben éljünk meg, hanem ez az egész fenntarthatósági probléma, hogy a föld hogy van művelve, hogy minél kevésbé legyen műtrágyázva és növényvédelemmel ellátva, minél közelebbről érkezzenek a termények, minél kevésbé legyenek ártalmasan feldolgozva, tehát az egészséges beltartalom megmaradjon, a csomagolás, a tágabb környezeti hatások. Ma már az 5 év elteltével ezeket így komplexebben szemléljük, ami mentén kiállunk termékek mellett, vagy termékeket elhagyunk, hogyha az úgy érezzük, hogy túl nagy az ökolábnyoma, úgymond az életünkre. Mert a fenntarthatóság azért minden előtt van. És ez az alapja a helyi gazdaság megerősödésének, és az egészségünknek, környezetünk védelmének. És még egy nagyon fontos kifejezés hangzott el, ugye a fenntarthatóság. Ha visszamegyünk egy pár gondolat erejéig az induláshoz, ráadásul a beszélgetés előtt mondtad, hogy ez a helyszín fontos is nektek, a közösségnek, az egyesületnek, ebből a szempontból, hogy itt felvezető, alakuló beszélgetések zajlottak, tehát akkor tulajdonképpen jó helyen vagyunk, egy picit kell csak visszaemlékezni. Ahhoz, hogy ezért a közösségnek legyen egy rendszere, például egy remek honlapja, egy átadási hely, hiszen ezeket a termékeket nem lehet az utcán kézből kézbe adni, tehát kell egy olyan hely, ahová az emberek vissza tudnak menni, ami egy bázisa ennek a tevékenységnek. Ezzel a felvezetővel arra szerettem volna rákérdezni, hogy honnan jött segítség? Tehát kire lehetett számítani? Hát magunkra, szinte minden, ami felajánlásunkból van, akár a tárgyi, anyagi, vagy a tudás is, ami belőlünk jött. És igazából az nálunk szempont is volt, hogy nem akartunk ráülni erre a pályázatokból, megoldjuk. Egyrészt azért, mert azt gondoltuk, hogy ez egy klasszikus gazdasági tevékenység, bár értékek mentén, és nem csak a profitorientált módon, de hogyha ezt nem tudjuk így működtetni, hogy az értékek mentén együtt dolgozunk, akkor ezt nem szabad nagyját duzzasztani, ezt el kell tartania ennek a folyamatnak önmagát, a tevékenysége által. És az is egy tevékenység, hogy az önkéntesek jönnek és dolgoznak. Hogy emberek ideadják tárgyi feleslegüket, vagy adományoznak cégek is nekünk azért, hogy a hulladék csökkentő programunkat, ez például a Masó Kft.-nek egy pénzbeli adománya volt, végig tudjuk csinálni, és a hozzá kapcsolódó eszközök benne legyen hiányunk, hogy nem tudjuk beszerezni. Vagy a Giganet, szintén egy ilyen helyi vállalkozás, aki ezt az ügyet támogatja. És hát természetesen nem azt mondom, hogy adandó alkalommal nem írunk meg egy pályázatot, és ha jön egy olyan lehetőség, nem élünk vele, de ez másodrendű szempont. Felnöveszteni, nagyját duzzasztani, majd egy következő időszak, amikor nem nyerünk pályázatot, ott állunk mankó nélkül, hogy akkor most mit csináljuk, miből lesz bérleti díj, emberek,
és mindenki elszéled, mert nincsen ennek forrása, ez a legnagyobb butaság lett volna, és egy kicsit ugye ez a mai világnak is ilyen a működése, hogy mindent támogassunk, már pályázatokkal, meg mesterségesen, és nem a természetes, az organikus folyamatokat vesszük alapul. És hát ez egy döntés volt az Egyesület életében, hogy erre az útra nem akarunk, erre a kiszámíthatatlan, bár rövid távon lehet biztosnak tűnő, amikor nyer egy pályázat, akkor nagyon vagányak vagyunk, hogy milyen ügyesek vagyunk, megnyertük, amikor véget ér, és az akkori valamilyen döntővezetés azt mondja, hogy nem adunk oda pályázatot, vagy mert nincsenek pályázatok, akkor meg jaj, most mi legyen, hát milyen rosszak azok a bácsik, akik fent azt mondták, hogy nem adnak. És hát ezt is szeretnénk ezzel a tevékenységgel mutatni, a bennünk lévő fölvállalt felelősséget, felelősségérzetet, hogy folyamatokat átgondolunk, végigcsináljuk, és meghozzuk hozzá azokat a formákat, amelyek a kibontakozásához kellenek, legyen ez tárgyi, anyagi, mindenféle betületében. Úgy gondolom, hogy az Egyesület és a közösség működtetése, mint tevékenység kapcsán, mint Nyíregyháza vonatkozásában mindenképpen az önkéntességet is ki kell emelni, hiszen nem működne az Egyesület, hogyha nem lennének olyan helyben élő emberek, hölgyek, urak, akik úgy gondolják, hogy szabad idejükben szívesen segítenek egy pozitív célokat szolgáló kezdeményezést. Én feltétlenül örülök annak, hogy tényleg ehhez ugye lehet még most is csatlakozni, hát tehát lehet segíteni. Van, abszolút, igen. Miben lehet segíteni amúgy, Ildikó? Ami a konkrét és ami a belépés hozzánk, az a pénteki napok, az úgynevezett átadási napoknak a levezetési folyamata. Aztán, ha valaki oda megérkezett, emberileg is be tudott tagozódni, akkor látjuk, hogy ki mihez ért, milyen kapacitásai vannak, és akkor úgy találhatunk neki még olyan feladatokat is, ami a két pénteket összekötő háttérmunkákkal telik. Megkérdezhetem, hogy erre a hétre te mit rendeltél? Mert ugye mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ez úgy működik, hogy azért szerdán estig a megrendelést azt le kell adni, el lehet juttatni ugye a közösség számára. Mit rendeltél? Hát a pékárukat, kenyeret mindenféleképpen, kemencében sült kenyeret. Most az egyik termelünk mangalica disznót vág, úgyhogy friss vágás van ezen a héten. Tejterméket már sajnos nem tudok rendelni, mert közben nekem is ez a kurta világ beadta a tejallergiámat, de ott is remek kínálat lenne, azt már csak nézegetem. Tisztítószer, ez megint nem kérdés, ezek a tisztítószerek visszahozhatók, az üres flakonok, és visszakerülnek a termelőhöz, és megy a műanyag flakonoknak a körforgása, ugye ez egy másik érdekes folyamat. De még nem zártam le a rendelésem, mert szerdai félig van időm átgondolni, hogy mi lesz. A tojás az mindenféleképpen, és én is most kezdek átszokni a fűrt tojásra. Hát tanúsítottam a műanyag áruk visszaforgását, mert ugye mi is műanyag tartóba helyezzük a tojásunkat, és ott is mindig, ahogy héten vissza, úgy jön vissza az előző heti, és akkor így van egy körforgás. Szoktatok-e családilag a kosár keretein belül beszerezni egy-két dolgot? Jelen pillanatban még nem jutottunk el idáig, megmondom őszintén, mert a feleségem várandós, és ugye ő viszi ezt a pozíciót nálunk, és most nálam minden az időhatékonyságról szól, meg arról, hogy minden kevesebbet kelljen cipekedni, stb. Én ebben nem is kívánok beleszólni, mert van nálunk azért egy minimális szervezés a családban, hogy ki mit csinál, de nagyon közel van ez a történet ilyen szint. Hát akkor nagyon fontos ott is, hogy ugye mi kerül az asztalra. Így van. A napi étkezések alkalmával. Na hát nagyon jó egészséget kívánunk nektek, kitartást, és én pedig további sikeres működést kívánok mindenképpen a közösség számára, és hát csak így tovább. Köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettünk. Mi köszönjük. Köszönjük is. A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.